A Jász-Nagykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi osztálya emberkereskedelem büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytat büntető eljárást M. Gábor és M. Margit szolnoki lakosok ellen. A megalapozott gyanú szerint a férfi és a nő több mint 6 évvel ezelőtt a sértett akarata ellenére elvitte egy szolnoki lakásba, ahol erőszakkal prostitúciós tevékenységre kényszerítette. A későbbiekben a sértettet Svájcba szállították, hogy ott szintén prostitúciós tevékenységet folytasson. A kiszolgáltatott helyzetben lévő nő pénzét elvették, abból saját megélhetésüket finanszírozták. A feltételezett elkövetőket a rendőrök elfogták, gyanúsítottként kihallgatták, majd őrizetbe vették. A nyomozók lefoglaltak 2 személygépkocsit, több mobiltelefont és elektronikai cikkeket, aranyékszereket, gáz- és riasztófegyvert, készpénzt, valamint 4 ingatlant zár alá vettek. A főkapitányság nyomozói 2020. augusztus 26-án előterjesztést tettek a gyanúsított letartóztatásának indítványozására. A végzést az ügyész tudomásul vette, mindkét gyanúsított vonatkozásában, míg a végzés ellen fellebbezés jelentett be a gyanúsítottak a letartóztatás megszüntetése, valamint meghatalmazott védőik elsődleges a kényszerintézkedés megszüntetése, másodszorban enyhébb kényszerintézkedés bűnügyi felügyelet elrendelése véget, így a végzés nem végleges.